Like, az egyik leggyakrabban használt angol szó, úgyhogy nézzünk meg rá néhány szinonimát, mert sokkal változatosabban fogod tudni kifejezni magad, már akár egész kezdő szinten, hogyha erre a szóra tudsz egy másikat, egy másik kifejezést, és hát az angolok, az angol anyanyelvek is nagyon gyakran használnak egészen más kifejezést erre, úgyhogy legalább akkor meg is fogod érteni. To admire, admire. I admired her when I first met her. Admire. Tehát valaki nagyon tetszik, vagy valami nagyon tetszik, akár egy festmény. She admired the painting. Tehát oda volt, értem, nagyon tetszett neki. Admire. Ez egy lehetőség. Amint látszik, lehet személyre is használni, tehát I admired her, tehát nagyon tetszett, nagyon oda voltam érte, de lehet tárgyakra is mondani, hogy azért oda vagyunk, nagyon tetszik. To appreciate, anyone can appreciate our music. Appreciate, ugye az is értékelni, tetszik ilyen értelemben, itt most a zenéről, hogy azért ezt a zenét mindenki szereti, mindenkinek tetszik, mindenki oda van érte. Appreciate, appreciate. To adore, I adore good books and the theater. Ugye, hogy mit szeretek megint, mi az, ami nekem bejön. Lehet személy is. He adored her. Ugye, hogy oda volt érte. Oké. Okay. To fancy. To fancy. He thinks I fancy him. Megint lehet személyre, hogy valaki tetszik. I fancy him. He fancies me. Ugye itt mindig a present simple-t igyekszem használni, hogy azt gyakorold, mert az nagyon sokféle módon előjön az angol nyelvbe, tehát jó sokszor hallani. I fancy him, he fancies me. Ugye jön az S, egyes szám harmadik személyben. To dig. To dig. I really dig this band's energy. I really dig this band's energy. Ugye, hogy nagyon bejön nekem, nagyon tetszik. Dig, ilyen egyszerű. Egyébként a dig azt mondja, hogy ásni. Oké. Okay. To be keen on. To be keen on. All the kids are keen on swimming. Ugye, minden gyerek imád úszni. To be keen on. Itt vigyázz, hogy a keen az nem egy ige lesz. Ugye előtte az igéd a to be. Tehát I am keen on classical music. She is keen on swimming. De ha mondjuk múlt időbe kell, ugye, hogy neki tetszett, vagy ilyesmi, akkor she was keen on. Illetve tagadhatom is, hogy hát nem igazán jött be neki. She wasn't keen on that book. Tehát, hogy nem jött be neki az a könyv. To get the kick out of. To get the kick out of. Kick, ugye rúgni. To get the kick out of. Mindjárt mondok egy példát, amit megtalálsz a videó alatt is. Even as an adult, I still get a kick out of building sandcastles at the beach. Ugye, tehát homokvárat építeném, az kortalan dolog. I still get a kick out of building. Ugye ingesbe jön utána az ige. Sandcastles at the beach. To be wild about. Wild, ugye, hogy őrületesen oda lenni valamiért. Tehát nem is csak az, hogy hát, úgy tetszik, landja, nem tényleg. To be wild about. He's wild about you. He just has a hard time showing affection. Tehát oda van érted, de nem tudja kimutatni. Oké. Okay. To go for. He's not really my type. I don't usually go for guys with blonde hair. Ez volt a példamondatunk, hogy nem szokott bejönni, nem szoktak ezek a fiúk tetszeni, de mégis.
go for somebody, tehát hogy valaki így bejön. To have a spot, to have a spot, soft spot for, jó kis nyelvtanulás, to have a soft spot for, I've always had a soft spot for cheesy action films. There is just an earnest goofiness about them that I like. Na, ebben lehet, hogy több új szó van. Cheesy action films, ugye megtaláld a leírásba, cheap, unpleasant, hát olyan tré, cheesy action films. Goofy lehet még egy ilyen új kifejezés, lehet, hogy hallottad már, de mit is lehet, goofy, goofiness, ugye, de a főnévi alakba. Goofy azt jelenti, hogy hát ilyen lökött, vagy blőd valami, de olyan, olyan, olyan szerethetően. I've always had a spot, nem tudom tudni kimondani, I've always had a soft spot for cheesy action films, there's just an earnest goofiness about them that I like. Ez volt a példamondatunk, jó kis nyelvtörő. Last one, to have a passion for, to have a passion for, passion, ugye, szenvedély, she had a passion for gardening. I have a passion for gardening. Ugye, tehát, hogy nagyon szeretem a kertészkedést.